A rendelkezésre álló adatok szerint 2022. április 4-én a férfi és egy régebbi barátja, egyben munkatársa is Tisza püspökibe utaztak, hogy ott festés, állványozás munkákat végezzenek. A férfi és a barátja szerették egymást ugratni, megtréfálni. A Jász-Nagykun Szolnok megyei főügyészség életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt emelt vádat azzal a 34 éves dunaföldvári férfivel szemben, aki Tiszapüspökiben tréfából úgy megütötte egy barátja hasát, hogy annak leszakadt a lépe. A rendelkezésre álló adatok szerint 2022. április 4-én a férfi és egy régebbi barátja, egyben munkatársa is Tiszapüspökibe utaztak, hogy ott festés, állványozás munkákat végezzenek. A férfi és a barátja szerették egymást ugratni, megtréfálni. Ugyanezen a napon dél körül az egyik lakókonténerbe mentek ebédelni, ahol a férfi és a barátja egymás mellé ültek, és szokás szerint megint ugratni kezdték egymást, egymás tányérjából ettek, bolondoztak. Ennek során a férfi ököllel közepes erővel megütötte a barátja hasát bal oldalon, annak középső felső részén, mire a barátja csak nevetett és megjegyezte, hogy csak ennyit tudsz. Délután azonban a munkából hazafelé tartó úton a férfi barátja a gépkocsiban rosszul lett és a hasát fájlalta, majd másnap reggel mentővel kórházba szállították, ahol megállapították, hogy leszakadt a lépe, melyet műtéti úton azonnal el kellett távolítani. Az ütés következtében elszenvedett sérülése közvetlen életveszélyes sérülés volt, és kórházba szállításkor az életveszélyes állapota is fennállt, melyet a sürgősséggel elvégzett szakszerű orvosi beavatkozás hárított el. A főügyészség a büntetlen előéletű férfival szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.